ezeket a gerendákat emeltük ki a tegnapi nap során, és itt ugye a mintavétel helye látható. Ilyen szép állapotban megmaradtak, és ez még a egyel fentebbi szint, tehát ami most lent van, azok még jobb állapotúak. Ez a famaradvány még egy felsőbb szakaszból került elő, ezt is elmondta Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, a Nemzeti Emlékhelyen zajló tervásatás vezető régésze. Nem titkolt célja a Szent István Király Múzeum szakembereinek, hogy középkori famaradványokat találjanak az egykori koronázó bazilika előtt húzódó városfal alapozásából. Esélye volt annak is a korábbi kutatások alapján, hogy az egykori kővárosfalon belül húzódó faföld szerkezetű védmű maradványai is előkerülhetnek. Kezdetben olyan elszíneződött rétegekre bukkantak a régészek, amelyek az egykori falenyomatok helyét mutatták meg. Jelen tudásunk szerint ez kor árpádkori mindenképp. Az eddigi adatok alapján Szent Istvánhoz köthető nyomokat találtunk. Természetesen még várjuk meg a természettudományos vizsgálatok eredményét, de már most kijelenthető, hogy közel Szent István korú lehet. Ez feltételezhetően, amit most találtunk, az az egykori kővárosfal belsején húzódó egykori sánc erődítés, faföld szerkezetű, kazettás szerkezetű sánc lehet. Ami még érdekes, hogy megfigyeltünk a fa részeken csapolásnyomokat is, tehát ez egyértelműen összeépítették, összecsapolták, hogy egy masszív szerkezetet képezzen. Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere gratulált a régészek elmúlt egy évben végzett munkájához, aminek eredményeként egy ilyen szerkezet került elő. Annak a bizonyítéka, hogy itt Székesfehérvár a 14. században már fallal, kőfallal körülvett város volt. Ez abban a korszakban, Közép-Európában nagyon ritka, egészen rendkívüli dolog. Ennek a kőfalnak az alapjait tárják most fel a szakemberek. Úgy fogalmaztam a sajtótájékoztatón, hogy picit a középkori magyar állam alapjait láthatjuk most itt az árokban. De ennek elemeit fehérváriak is láthatják, hiszen polgármester úr kezdeményezésére a királynapok során a kőtár látogatóközpontban kiállításra kerülnek ezek az elemek, és bárki számára ingyenesen megtekinthetőek. Pokrovenszky Krisztián főigazgató ásatás vezető régész felidézte, hogy májusban félbe kellett szakítani a munkálatokat a talajvízszint emelkedése miatt. Az elmúlt időszak meleg és száraz időjárásának köszönhetően viszont már csökkent a talajvízszint, és így tovább tudtak haladni az ásatási munkálatok. Már ebből is kirajzolható volt a védmű szerkezete, de az igazi szenzáció csak ezután következett. Az egyre mélyülő régészeti szelvényben egyre jobb minőségű faleletek kerültek elő. Most jutottak el odáig, hogy egy értékelhető faszerkezet került elő, amely dendrokronológiai szempontból, azaz a fa évgyűrűk alapján is vizsgálható. A tervásatás folytatódik, hiszen további érdekességeket rejthet még a föld.